a helyes válasz nem, Dumoly Városháza. Gyerekek vették birtokba a Városháza nagy tanács termét, és ezúttal ők voltak azok is, akik a szavazógépekkel bántak. Igaz, az ötödikesek ennek segítségével csupán kvíz kérdésekre válaszoltak. 1222 van a kártyámon. A rendhagyó óra a Városháza nagy tanács termében azonban nem a totóval, hanem a történelmi tablókon szereplő események felelevenítésével kezdődött. Ez pedig már az az élőkép, amelyet a gyerekek egy Szent Istvánról szóló történelmi mese meghallgatása után jelenítettek meg. Amikor Imrét egy vatka megölte. Az egész óra teljesen interaktív, a múzeumpedagógusok ugyanis megpróbálták a foglalkozás tematikáját úgy összeállítani, hogy a legfontosabb történelmi eseményeket játékos formában tanulhassák meg a diákok. Drámapedagógiai eszközökhöz nyúltunk leginkább, illetve ilyen animációs, alámondásos filmmel elevenítjük fel a gyerekeknek Szent Istvánkrály életét, utána pedig ők maguk állnak be egy élőképbe, és adják elő a társaiknak István életének fontosabb eseményeit. A városházi történelemórák a 2013-as Szent István emlékép programjaihoz kapcsolódnak. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy az a városomban élünk, ahol a gyermekeink, unokáink is élnek, az valóban a nemzet történelmi fővárosa, és azt gondoljuk, hogy ennek a nevelésben, az oktatásban is meg kell lenni, hogy büszke székesfehérváriakat neveljünk az oktatási intézményeinkbe. A rendhagyó történelem órákra a felső tagozatos és a középiskolás osztályok jelentkezését várják a szervezők. A foglalkozások ezentúl szerdánként több turnusban lesznek.